Becsi András, a gyűrű. Első. Szökés az életből. Belőre meg nevünk kerülne, mutattál ott a jeggyűrűre. Hát persze, csak is úgy lesz, mondtam, a nagy bevásárló központban. A név védett. Nem írom itt le, hogy pontosan melyikben is, pedig egészen jó jambus lenne, mert ránézésre az van benne. A betűtípust te választ ki. Csókoltalak meg, s hogy maradj itt, a kocsiban hagytam valamit. És tudtam, kin már vár a taxi, amiben egy lány ül, kikérte, hogy itt ne írjam a nevét le. Második. Szökés a halálból. Ez a vonat kettőnkre vár csak. Ölelt át, s hogy most már örökre együtt, így neki a világnak, a jegyeinket is előre megvette már, de nem találja. Csomagját a peronra tettem. Van időnk, néztem az órámra, s nekem is még haza kell mennem. Csak fordulok, fogok egy taxit. Otthon felejtettem valamit, s ez az utolsó képem róla. Pakkok között egy lány. Ki kérte, ne írjam a nevét le, pedig remek jambus lett volna. Harmadik. Hazamegyek. Már azt hittem, világgá mentél. Angolosan a dolgok elől. Nevettél a tejtermékeknél, meg annyi joghurt, sajt és tejföl előtt. Látom, nevettem akkor. Ijedtedben nem tétlenkedtél. Kikandikál a kosaradból két zacskós tej, s fél kiló kenyér. És csak nevettünk mind a ketten. De mintha máshogy nem értettem. Vékonyka, ívelt, gótbetűre gondoltam. Néztél a gyűrűre, s én végre ott, az áruházban, valami írhatót találtam.